A Máramaró-sziget Ultimate Kickboxing csapat az október 8-án Bódzaváron megszervezett Shido Spirit kupáról 4 aranyéremmel, 7 ezüstéremmel, valamint 5 bronzéremmel tért haza. A résztvevő klubok között a harmadik helyezést érték el. A legközelebbi utolsó verseny, amelyiken voltunk, az volt Búzeum. Volt egy kis kupa, ottan nyertünk 5 aranyérmet, 7 ezüst és 5 bronz. Csizmadia Pátrik, Nagy Emese és Juan Teodor egy-egy arany és ezüstérmet szerzett. Csizmadia Eduard egy arany és egy ezüstérmet. Barhanyovszki Réka egy ezüst és egy bronzérmet. Moldován Mihály és Moldován Drágos 2-2 ezüstérmet, Piszok Vladoc 2 bronzérmet. A Máramaró-szigeti Ultimate Kickboxing Club csapata 2014 óta számos serleget és érmet gyűjtött össze világbajnokságokon, európai bajnokságokon és hazai versenyeken. Ezeket a kupákat és a medálokat nyertik több versenyen, természetesen, és egy jó pár év alatt. Mióta működik? Hát az első verseny, amelyik voltunk, az 2014-ben, és még pillanatilag is versenyezünk, és reméljük, hogy jövőben is minél többet. Utolsó előtt, amelyik nagyon érvényes volt, és nagyon nehéz is, volt Németországban, Stuttgartban voltunk egy világbajnokságon, és Bukarestben az Európai Bajnokságon. A nagyobb eredmények, amelyeket kaptunk, volt világbajnokság, aranyérem a világbajnokságnál, ezüst és bronzérem. És európai szinten úgy aranyérmek, és ezüst és bronzérmek. Az aranykupákat, amit látják Rékánál, ezeket csak egy világkupánál nyertik. Természetesen ugyanolyan érvényesek, mint a medálok. Csak a világbajnokságnál egy picit több harcosok vannak, mint a kupáknál. A kickbox küzdősport az ütéseket és rugásokat használó távol-keleti eredetű harci művészetek mozgásanyagát fejleszti tovább boxtechnikákkal. Csizmadia József edző 6 évvel ezelőtt írországi tartózkodás alatt ismerkedik meg a kickbox küzdősporttal. Miután edzői diplomát szerzett és minden olyan oklevelet, mely klub megnyitásához szükséges, ajánlatot kapott Írországban egy klub megnyitására. Viszont Máramaró-szigetet választ. 2013-ban megalapítja Máramaró-szigeten az Ultimate Kickboxing klubot, mely 12 gyermek edzésével indult. Ma már a 45 gyermek közül 15 sportolóval folyamatosan jár versenyekre. Varhanyovszki Réka, a Lővei Klára Líceum 10. osztályos diákja, a versenycsapat egyik kiváló tagja, a kickbox mellett cserkészkedik és néptáncol. Hány aranyérmed van itt? Hát aranyérem csak egy, van 2 serlegem, de bronz és ezüstből már olyan sok vagy nem is tudom. Ott a sportolsz? 3 éve, amióta kezdődött a csapat. És a kupák honnan vannak? Serlegek, igen. A World Cup Judgment-i nevű versenyen múlt évben. Mind a kettő? Mind a kettő. Mi a legszebb ebben a sportban? Hát... szép az, hogy egyénileg elért eredményeinknek örülhetünk. Egy csapatsportban, mint például a többi, ott az egész csapat örülhet, de így a mi eredményekre mi magunk lehetünk büszkénk, a mi munkánk eredményé nem vetik el mások a dicsőségünket. Neked hány érmed van? Sok van neked is. Melyik éremre vagy a legbüszkébb? Az egész. Mióta sportolsz? 3 éve. Te is 3 éve. Akkor azt jelenti, hogy egész kicsi voltál, mikor elkezdted. Hány éves vagy? 12. És miért szereted ezt a sportot? Szeretek küzdeni. És úgy tudom, táncolsz és te cserkészkedel is. Hogy félreztel? Hogyha jól megszervezem az időmet, akkor lehetséges.
Az Ultimate Kickboxing csapat jövő héten részt vesz az Olaszországban megszervezett világbajnokságon, aztán Bukarestben szintén egy világbajnokságon. A következő verseny lesz jövő héten Olaszországban, menjünk egy világbajnokságra. És miután befejezzük az Olaszországot, lássuk milyen eredményekkel jövünk haza, azután Bukarestbe egy másik világbajnokságon. A kickbox küzdősportot űző gyermekek a sport mellett emberileg is sokat fejlődnek, hisz olyan sport, árulja el Csizmadia József edző, mely nagyon sok figyelmet igényel és gyors reagálást egy adott pillanatban.